Hamvazó szerdai szentmise a Szent Szabina bazilikában. Tovább foglalkoznak Rupnyik atya visszaélési ügyeivel a jezsuiták. A papok kihívásai a 21. században, itt a római riportokban. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa azokra emlékeztetett, akik háborús konfliktusokban szenvednek. Giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa. Tante persone uccise, anche bambini. Rinnovo l'appello a far sì che il dialogo prevalga sull'odio e sulla vendetta. E prego Dio per i palestinesi e gli israeliani affinché trovino la strada della fraternità e della pace. A pápa a nyugat-afrikai Burkina Faso-ban zajló terrorista támadások miatt is kifejezte aggodalmát. Az úrangyala végén megemlékezett a kalabriai partok mellett történt 60 halálos áldozatot követelő hajótörésről. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanto hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle. Az imádság végén Ferenc pápa zarándok csoportokat köszöntött. Queridos hermanos y hermanas. Az általános kihallgatás végén Ferenc pápa megemlékezett az orosz-ukrán háború kezdetéről. Un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele, un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Ismételten a béke megteremtésére szólította fel a nemzetközi közösséget. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci, è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? A kihallgatáson jelen volt Ukrajna szentszéki nagykövete is, aki személyesen köszöntötte a pápát az esemény végén. A háború egyéves évfordulója előtti napokban a Nemzetközi Caritas sajtókonferenciát tartott, ahol az országban zajló humanitárius munkáról számoltak be. What Caritas gives is much more than assistance. A Caritas többet ad a segélynél, nem csak főtételt, emberséget és méltóságot is ad. És szeretnénk folytatni ezt a munkát. A reményt és az emberséget akarjuk elvinni az ukrajnai szenvedőknek. Hope, warmth, a humanity to the suffering in Ukraine. A Nemzetközi Caritas és a Caritas Spes közösen segítik az ukránokat. A Caritas 1990 óta jelen van az országban, aminek köszönhetően gyorsan tudott válaszolni a háború generálta kihívásokra. Imádkoztam, és azt mondtam az Úrnak, adj nekünk barátokat, hogy ne legyünk egyedül, mert nagyon nehéz volt arra gondolni, hogy egyedül is maradhatunk. És akkor nagyon sok hívást kaptam a különböző helyi karitaszoktól. Felhívtak, hogy itt vagyunk, és támogatunk. A háború kitörése óta a Caritas több mint 100 millió eurós humanitárius segítséggel támogatta Ukrajnát, és 35 millióval a szomszédos országokat. Az elmúlt egy évben több mint 5 millió embernek segítettek. Now after one year I can see. Most egy évvel a háború után jól látszik a támogatások hatása. Látjuk, mennyi emberen tudtunk segíteni. A konferencia előtt Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Vjacheszláv atyát, aki egy olyan keresztet ajándékozott a pápának, amely a háborút szimbolizálva a lebombázott házak maradványaiból készült. Rómában a Szent Anselm bazilikától a Szent Szabina bazilikáig tartó körmenettel kezdődött a nagyböjt. A felfelé vezető út a liturgikus időt szimbolizálja.
Ferenc pápa tért fájdalmai miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen, ezért közvetlenül a Szent Szabina bazilikába érkezett, ahol Szent Misét mutatott be. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Ferenc pápa szerint az ember az Istennel és embertársaival való kapcsolata miatt létezik. Éppen ezért mindenfajta önelégültség rossz, és önmagunk magány börtönébe zár. E mentre con umiltà chiniamo il capo per ricevere le ceneri, riportiamo allora alla memoria del cuore questa verità. Siamo del Signore. Apparteniamo a lui. Az egyházfő arra hívta a jelenlévőket, hogy ne essenek a felsőbbrendűség kísértésébe. Arra kérte a hívőket, hogy küzdjenek a képmutatás ellen, de elsősorban a sajátjuk ellen. Noi usiamo dei maquillage per crederci migliori di quello che siamo. Siamo polveri. Ferenc pápa arra is biztatta a keresztényeket, hogy adakozzanak, imádkozzanak és böjtöljenek nagybőjt idején. A Szentatya szerint az adakozás lényege, hogy letöröljük mások könnyeit, az imádság őszinte párbeszéd Istennel, a böjt pedig annak a megélése a szívünkben, ami a világban történik. Homíliája után a pápa elsőként hanvaszkodott a bűnbánat jeleként. Ferenc pápa fogadta Kolumbia volt elnökét, a Nobel békedíjas Juan Manuel Santost, aki köszönetet mondott a pápának a 2017-es látogatásáért az országában, és támogatásáért a békeszerződés létrejöttében. Ferenc pápa Santost elnöknek pápasága főbb dokumentumait, valamint Túri Szent Márton szobrát adta, amint a szent kettévágja köpenyét azért, hogy megossza egy szegénnyel. Ferenc pápa a búcsúzáskor azt kérte, hogy imádkozzanak érte. A pápa részt vett a világiakért felelős püspökök nemzetközi konferenciáján. Óvta őket attól, hogy a hitet elméleti dologként közelítsék meg. Vorrei sottolineare che la formazione deve essere orientata alla missione, non alle teorie soltanto, perché questo finisce nelle ideologie. È terribile. È una peste. La ideologia nella Chiesa è una peste. Hangsúlyozta. Jézus misszionáriusként jött a világba, és azt akarja, hogy az egyház is misszionárius legyen. Ma oggi il dramma della Chiesa che Gesù continua a bussare la porta, ma da dentro, perché lo lasciamo uscire. Tante volte la Chiesa finisce in quella Chiesa imprigionata che non lascia uscire il Signore. A világiakért felelős 60 püspök referens közt a Magyar Egyházat Székely János szombathelyi megyés püspök képviselte. A Jézus Társasága módosította eddigi eljárását a nemzetközileg is elismert teológus és művész Marco Rupnik jezsuita szerzetes pappal szemben. Az eddigi intézkedések szerint Rupnik atya nem gyakorolhatta papi szolgálatát, és nem hagyhatta el Róma körzetét. Mostantól nem készíthet művészi alkotásokat, főként nem vallási témájúakat. Ennek oka az, hogy az elmúlt néhány hónapban több nő is azzal vádolta meg a jezsuita papot, hogy lelki, pszichikai és szexuális visszaéléseket követett el ellenük. Ezek a tettek nem a 90-es évekre korlátozottak, hanem a 80-as évektől kezdve 2018-ig folyamatosan zajlottak. A Jézus Társasága hitelesnek minősítette a vádakat, és eddig sikertelenül próbált kapcsolatba lépni Rupnik atyával. Az ukrán parlament néhány képviselője Rómába utazott, hogy a Szentszék segítségét kérje. Becslésük szerint az orosz hadsereg 770 ezer ukrán gyermeket deportált Oroszországba azzal az ürüggyel, hogy megvédik őket a háborútól. Ми бачимо, який великий вплив на
Láttuk a Szentszék hatékonyságát, ahogyan közreműködött a fogolycserében, és arra akarjuk kérni a pápát, segítsen abban, hogy a gyermekeink visszatérhessenek. Ezek a gyerekek Oroszországban vannak. Átnevelő táborokban, kórházakban és egyéb központokban tartják őket. Mindent megtesznek azért, hogy orosz örökbefogadó családokhoz kerüljenek. Az ukrán képviselők szerint ezeket a gyerekeket erőszakkal vették el a családjaiktól, és az orosz kormány azon dolgozik, hogy később megtagadják ukrán mi voltukat, valamint az orosz himnusz éneklésére kötelezik őket. Ezek a gyermekek ukránok. Bizonyítékunk van rá, és arra is, hogy ma orosz területen vannak. Pszichikai visszaélés és az orosz propaganda agymosásának az áldozatai. Azon dolgozunk, hogy kiszabaduljanak. A képviselők azt kérik, hogy a gyermekek kerüljenek vissza Ukrajnába, mert ezekkel a deportálásokkal Oroszország meglopja országuk jövőjét. Anya és fia, Ilona és Mikhailo Odessa környékéről származnak. Egy évvel ezelőtt hagyták el Ukrajnát, miután nem sikerült orvos találniuk, aki kezelni tudná Mikhailo neurológiai rendellenességét. Lengyelországon keresztül Rómába repültek. Pár hónapot a Gyermek Jézusról nevezett római kórházban töltöttek, és most Paulánál kaptak szállást, aki a Római Caritas nevelőszülői projektjében vesz részt. Paula molto buona persona, molto. Paula egy nagyon kedves személy, olyan, mintha Mihálió nagymamája lenne. Nagyon boldog vagyok, hogy nála lakhatunk. Mindent megtett eddig is, tanított, segített, eljött velünk a rehabilitációra, és segített orvost találni. Ilona az első hónapokban nem sokat tanult olaszul, de amióta Paulánál lakik, nagy előrelépést tett. A nevelőszülői projekt Paulának is jót tett, mert egy veszteséget kell feldolgoznia. Ilona és a kisfiú jó motiváció voltak számomra, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül. Egy éve sincs, hogy elvesztettem a lányomat rákban, és azzal, hogy befogadtam őket, kicsit elterelték a gondolataimat, és sok örömet hoztak. Segítenek, hogy átjussak ezen a nehéz időszakon. Szerintem azért kell örömmel fogadni másokat, mert az nem csak számukra ajándék, hanem számunkra is. Paula nagyon szerencsésnek érzi magát ezzel az új családdal, akik hozzá költöztek. Másokat is arra bátorít, hogy fogadjanak be olyanokat, akik szükségben vannak. A Római Caritas nevelőszülői projektjének vezetője szerint Paula esete rendkívüli. Az emberek ugyanis ritkán fogadnak be másokat az otthonukba. De a menekültek számára ez sokkal jobb, mint egy menedékhely, mert így kapcsolatokat tudnak építeni és integrálódni tudnak egy közösségbe. Befogadni egy családot természetesen nagy kihívás, mert egyszerre teszi próbára a befogadót és a menekültet. Ugyanakkor ez egy kölcsönhatás is, mert a befogadó fél is növekedni tud. Paula, Ilona és Francesca reméli, hogy történetük sok embert motivál arra, hogy merjék megtenni az első lépést a befogadás nagy kalandja felé. Ferenc pápa a Szent Szék született jogú örökségéről szóló motu propriójában olyan egyházi javak természetét magyarázza, amelyeket az egyház vagy intézményei vásároltak. Kiemeli, hogy ezek a javak az intézményi célok érdekében a közjóért és az egyetemes egyház szolgálatára vannak. A dokumentum szerint a Szent Széknek a polgári hatalomtól függetlenül született joga a földi javak megszerzése, hogy teljesítse küldetését a világban. De Ferenc pápa óvatosságra int, ezeket a javakat okosan kell kezelni, kizárólag az egyház egyetemes missziójának a szolgálatában használhatók. A motu proprio forma a pápa saját kezdeményezése. A szíriai Caritas igazgatója szerint a Szíria ellen érvényben lévő szankciók igazságtalanok, mert akadályozzák a humanitárius segélyt, amelyre szüksége lenne a földrengés érintetjeinek.
Szíria segélykérése nem került el a Vatikán figyelmét. Ferenc pápa minden nap tesz valamit Szíriáért, és azt ígérte, hogy sok segítséget fog küldeni nekünk. Arról is informáltak bennünket, hogy mindent megtesznek azért, hogy eltöröljék a szankciókat Szíria ellen. A szíriai Caritas ruhát, élelmiszert és vizet oszt a túlélők között. A mentőcsapatok arról panaszkodnak, hogy hiányoznak a szükséges eszközök a szankciók miatt. Főként a szomszédos Libanon Caritasától érkezik segítség. We saw a lot of people using their own hands to remove some stones. Sokan még a kezüket is elvesztették, akkora erővel próbálták elmozdítani a köveket a romokon, hogy megmentsék a törmelékek alatt lévőket. És nem, hogy szerszámaink nincsenek a mentéshez, de az orvosi eszközök és felszerelések is hiányoznak. Az igazgató szerint a szíriai helyzet egy rémálom. A túlélőknek a hideggel és az élelmiszer hiánnyal is meg kell küzdeniük. A helyi Caritasnak jelenleg 300 alkalmazottja és 150 önkéntese van. Nagyon reménykednek a nemzetközi közösség segítségnyújtásában. Cölibátusban élni a 21. században, a szeminaristák oktatása és képzése, a szexuális bántalmazások, a hatalommal való vagy lelkiismerettel kapcsolatos visszaélések megelőzése, csak néhány téma a papságról szóló szimpóziumról. Senza amici e senza preghiera, celibato può diventare un peso insopportabile e una controtestimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio. A szimpózium szervezői két kötetben foglalták össze az előadásokat. Mark Uele bíboros, a püspöki dikasztérium emeritus prefektusa, a szimpózium fő kezdeményezője. 13 éve mondjuk, hogy a hivatások eltűnnek, hogy előfordulnak feszültségek és rivalizálás a közösségekben, hogy hiányzik a missziós lelkület, amit Ferenc pápa próbál belénk csepegtetni. Ezért gondolom, hogy ezek a reflexiók elsősorban a püspököknek szólnak. A szimpózium foglalkozott a klerikalizmus problémájával és az általános papság jelentőségével is. Gondolkodni a hivatások kiegészítő jellegén, a keresztségben nyert papság méltóságán és minden hívő közös méltóságán. Jelenleg ezek a központi témák. A szemináriumi képzés szintén egy fontos feladat. Néhány szemináriumban elkezdtek laikus tanárokat is alkalmazni. A sajátos szemináriumi struktúra alapvetően függő személyiségeket hozott létre, mert ez egy kissé zárt világ, amely nem nagyon tudott kapcsolatba lépni a mai kultúrával. A szimpóziumot azért szervezték, hogy elmélyítsék a papságra vonatkozó tanításokat. Ebben a római kolostorban Ágoston rendi nővérek élnek. Bár belépésük szembe megy a mai gondolkodással, a nővérek életük legjobb döntésének tartják. Miért itt? Miért egy zárt kolostorban? Az elején nem tudtam, csak nagy vonzást éreztem. De ma, 9 év után azt mondhatom, hogy Isten ismeri a szívemet, ami szörnyen nyugtalan, ahogyan a Szent Ágoston is leírt a saját életében. A kolostor nem egy fizikai korlát, hanem egy teológiai távlat. Maria Chiara nővér szerint a kolostorban váratlan távlatok nyílnak meg számukra. A kolostor korlátozza az életünket bizonyos értelemben, de mélységet ad a testvérekkel, az Istennel, a másokkal és az önmagunkkal való kapcsolatban. Lehetőséget ad arra, hogy mélyebbre menjünk. Ferenc pápa is ezt hangsúlyozta. Noi a volte rischiamo di pensare alla nostra consacrazione in termini di risultati, di traguardi, di successo.
Ci muoviamo alla ricerca di spazi, di visibilità, di numeri. È una tentazione. Lo spirito invece non chiede questo. Desidera che coltiviamo la fedeltà quotidiana, docili alle piccole cose che ci sono state affidate. A négy koronázott szent elnevezésű kolostor eredete az 5. századig nyúlik vissza. Akkor egy ház állt ezen a helyen. 4. Pius pápa 1564-ben felújíttatta az épületet, amelyben ágostonos nővérek árva gyermekekről gondoskodtak. 1872 óta az épület a szemlélődő nővérek otthona. Róma sikátoraiban, utcasarkain és eldugott átjáróiban kis Mária szobrokat és ikonokat fedezhetünk fel. Rómában van egy csodálatos hagyomány, amit Madonellének hívnak. Ezek általában a boldogságos szűzanya képei. Ezekkel a boldogságos szűzet a szószoros értelmében az utcára és a rómaiak mindennapi életébe csempészték be. Róma egykori lakói, az etruszkok istenei kis szobrait magas helyeken helyezték el, így tisztelvén őket. Gyakran az utcasarkokon is, hogy védelmet nyújtsanak az utazóknak. A keresztények ezeket az isteneket hamarosan Mária képekkel helyettesítették. Ez egy fejlődése annak, ahogyan egy névtelen, arctalan védelmező átalakul egy vezető kézzé. Annak tudata, hogy egy terv részei vagyunk, hogy van valaki, aki vigyáz ránk. Tehát ez egyfajta érettséget jelent azt illetően, hogy hogyan nézünk szembe életünk bizonytalanságaival azáltal, hogy olyan valakinek a kezébe adjuk őket, akit megértünk. De a madonnák vigasztaló jellege túlmutat fizikai jelenlétükön. Egy római hagyomány szerint 1796-ban a közelgő francia invázió idején mintegy 30 madonelle kezdett szemkontaktust teremteni az emberekkel annak jeleként, hogy Mária megvédi őket. A 18. században körülbelül 2600 madonelle volt Róma utcáin. Mára már csak 500 maradt. Némelyikükön egy kis felirat található. Miért nem mondasz el egy üdvözlégy Máriát? Csak ne felejtsd el üdvözölni Máriát. Áve Mária. Mondj egy kis Áve Máriát. Tehát ma is van funkciójuk. Ma annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy megyünk az utcán a telefonunkat nézve, nem nézünk felfelé, hogy útmutatást kapjunk. Itt keresünk útmutatást, de ott már nem. Habár a madonellek száma csökken, de a mellettük elhelyezett virágok és gyertyák azt mutatják, hogy többen keresnek útmutatást, mint gondolnánk. Következő adásunkban Ferenc pápa és a kúria böjti lelki gyakorlata, itt a római riportokban.